Én úgy jöttem ide, hogy kérdések vannak bennem. Ezekre a kérdésekre a képzésünk igazából nem konkrét válaszokat ad, hanem egy irányvonalat ad arra, hogy ezekre a kérdésekre saját magunk találjuk meg a válaszokat. Arra, hogy az ember megtalálja azt, hogy igazából melyik is az a klienskör, amivel igazán foglalkozni szeretne. Hajléktalan ellátás, gyermekvédelem, családokkal való munka, fogyatékossággal élők, idősek, szenvedélybetegek, tehát egy nagyon-nagyon széles skálán mozog, hogy ezzel a végzettséggel hol lehet dolgozni. Hatalmas előnye ennek a képzésnek, ez a kis csoportos formája az egyetemi képzésnek. Arra szeretnénk fókuszálni mind a BA, mind az MA szinten a képzések során, hogy nagyon sok olyan kis csoportos szemináriumon vehessenek részt a hallgatók, amiket ők felfedeznek a képzés során maguk körül, ezt meg lehessen vitatni. Ezáltal a hallgatók olyan nyitottan és sokrétű tudással tudnak aztán kilépni az egyetemi világból, ami nagyon segíti őket a szakmai pályafutásokban, később szociális munkásként. Magyarországon elég általános probléma, sajnos azt lehet mondani, hogy az emberek egyszerűen nem jönnek ki a pénzükből, nem tudják kifizetni a számláikat, nem találnak maguknak megfelelő munkahelyet. Azért jöttem szociális munka szakra, mert volt egy elképzelésem arról, hogy szerintem hogyan kellene működni a világnak, és szerettem volna tenni is ezért az elképzelésemért. Jelenleg szociális munkásként dolgozom egy család és gyermekjóléti központban, valamint aktivista vagyok a Város Mindenkié csoportban. Úgy érzem, hogy mind a kettő az elengedhetetlen volt, az a tudás és eszközrendszer, amit ez a képzés biztosítani tudott számomra. Mind az alapképzésnek is, mind a mesterképzésnek is egy nagyon nagy előnye az, hogy több száz órákat töltünk mi terepen. Mi úgy tudunk ezekbe az intézményekbe, erre a terepre kimenni, hogy közben ott van mögöttünk az egyetem, védettebb helyzetből tudjuk magunkat kipróbálni. Szerintem a középiskolások fejében valahogy az van, hogy az egyetemre, ha elmegyünk, akkor egy Neptunkód vagyunk. És hogy valahogy én is úgy jöttem ide annak idején alapképzésre, hogy akkor majd én is leszek egy Neptunkód, és ehhez képest, hogy az alapképzés első hetén az első kurzusokat, az, amiket valószínűleg sosem fogok elfelejteni. Az oktatók felől tapasztalható közvetlenség, az szerintem nagy erénye az ELTE szociális munkás képzésének.